Gulyás főzés, kellemes baráti beszélgetések, vidám nyári hangulat. Az esemény különlegessége, hogy annak résztvevői a Bodrog közből vagy az Ungvidékről származnak, és hosszú évek óta a Csalló közben élnek. Igyekeznek ápolni egymással a kapcsolatot. Bodrog köz Szlovákia keleti vége, míg Csalló köz a nyugati szeglete. Mintegy 450 kilométerre van egymástól egy két vidék. Az onnan ide költözők országot ugyan nem, de lakhelyet váltottak. Bufla Miklós a pozsonyi főiskola elvégzése után kényszerből maradt a Csalló közben, ugyanis Csillészradványon kapott pedagógusi állást. Ekkor véglegessé vált, hogy el kell hagynia a szülőföldjét. Bodrog közből a Csalló közbe címmel élettörténetét is megírta. Már itt találkozott a Kisgéresről származó Móricz Zoltánnal, és úgy döntöttek, hogy a szülőföldjükről Csalló közbe került embereket igyekeznek összefogni és segíteni. Eldöntöttük, hogy úgy mondjam, hogy próbáljunk meg barátokat szerezni, stb., és valahogy összekovácsolni, vagy összeszedni azokat az embereket, akik keletről származnak. Addig agyaltunk, míg aztán többen is kezdtek hozzánk társulni. Jött az ötlet, hogy alakítsunk egy baráti társaságot, vagy egy civil szervezetet, vagy hasonló dolgot, és ha fogjunk össze, járjunk össze, borozgatni, kirándulni. Megszületett az ötlet, és lett belőle az, hogy megcsináltuk ezt a bizonyos egyesületet, ami több mint 30 éve jött létre, és mind a mai napig él. A társulásnak 60-70 tagja van. Mindig örömmel találkoznak, beszélgetnek, érdeklődnek, hogy ki volt otthon és mi újdonságot tud a régi ismerősökről. Az elnök Móricz Zoltán, majd Mag Gyula után Fullajtár Péter lett, aki 1977-ben került a Csalló közbe, hogy mezőgazdászként tapasztalatot szerezzen. Akkor úgy gondolta, hogy csak 2-3 évet tölt itt, végül mégis maradt. Ez a vidék adott munkát, itt lettek barátaim, itt nőttek fel a gyerekek. Nekem most már ez az otthonom. Annál is inkább, ha hazamegyek, akiket ismertem, a Julis nénik, a Márta nénik, az Ilonka nénik, a János bácsik, már meghaltak. Szívesen járok haza, évente 2-3-szor. Olyankor leülünk a barátokkal, elszórakozunk, emlegetjük a régi szép időket. Az ember ott nőtt fel, és a szülőföldjét nem tudja csak úgy kimosni az agyából, azt nem lehet elfelejteni. Ott az ember tudja, hol fészkelt a sarka, ismer minden berket, ismeri a dűlők neveit, sok minden köti oda. Az ember ott tanult meg írni, olvasni, szívesen emlékszik az iskolákra, első szerelemre. Tehát rengeteg olyan emlék van, ami még mindig odaköt. De most már szóval otthonom itt van, Csalló közben. Minden adott volt. Volt munkánk, volt lakásunk, szép volt a környezet, és úgy döntöttünk, hogy egyelőre itt maradunk, aztán majd meglátjuk. Horváth Etelka Királyhelmecről került Dunaszerdahelyre. Főiskolás évei alatt megismerkedett a férjével, és itt telepedett le. Először csak annyit tudott a Csalló közről, hogy messze van, és itt is magyarok élnek. Az elmúlt évtizedek alatt megszerette új otthonát, és ma már ugyan a Bodrog közi gyökerektől nem elszakadva, de Csalló közének is vallja magát. A két magyarok lakta vidék lakosai között azonban lát különbséget is. Talán annyi, hogy a mieink, a Bodrog köziek, nyitottabbak, talán őszintébben tudnak megnyilvánulni. Szeretünk együtt vidáman csevegni, énekelgetni, elbeszélgetni, elmondani egymásnak bajainkat, boldog pillanatunkat megosztani. Nagyon sok diákot tanítottam, sok szülővel megismerkedtem. Nincs semmi problémám a megnyilvánulással, de ha hazamegyek, hát az egy különleges érzés. Az egy különleges érzés, amikor már megláttam az autók rendszámán a tévéjelzést, rögtön sírok. A Bodrog közből vagy az Ungvidékről ide került magyarok, bár távol élnek a szülőföldjüktől, a mai napig mélységesen kötődnek ahhoz. Habár jól érzik itt magukat, amikor csak tehetik, igyekeznek hazalátogatni. Egy nagyon szoros kapocs van közöttük, szülőföldjükről mindannyian csak könnyes szemmel tudnak beszélni. Aggódnak annak jövője miatt, ugyanis a Bodrog közből is tömegesen vándorolnak el a fiatalok.